Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál rész. Ez most egy ilyen kommentekre válaszolgatós podcast, amit Rolanda már párszor csináltunk, csak sajnos Roland nem érte, úgyhogy kerítenem kellett valaki mást, úgyhogy mai vendégünk, Hajas Imelda! Sziasztok! Nem kell beköszönni. köszönöm végre, én is belettem egyszer konferálva, egyszer az életben fontos. érzem magam. Vagy néha fölhívlak, hogy konferálj amikor nem vagy ott. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Az van, hogy Imeldának most arra van egy... Átnéptett már a 20 ezer feliratkozót? Nem, 18 ezer pár száznál tartok, de hát nagyon szépen gyarapodik. Annak ellenére, hogy munka mellett van mensóban csinálja, van vumensóban csinálja, van egy elég, elég jó méretű és nagyon szórakoztató YouTube csatornája, és szeretnénk kommentekre reflektálni, ami hát egyfelől igen, van egy olyan olvasata is, hogy röhögünk a hülyéken, másfelől platformot ad arra, hogy valós felvetésekre válaszoljunk. Úgyhogy mind a ketten kigyűjtöttünk 11 kommentet, 15 16 -ot. Én nem tudtam megszámolni, mert az a 11 magasság az az én matematikai képességeimnek már sok. És akkor most megnézzük ezeket a kommenteket, és uh, megpróbálunk rá valami okosat mondani, konstruktívat. Nem mindig fog menni. Én uh, olyan kommenteket gyűjtöttem ki elsősorban, vagy legfőképpen, ami. Bemutatja egy kicsit ennek a videózásnak az árnyoldalát, pontosabban azt, hogy milyen nőként egy ilyen férfiak, egy által szagú. szakmában tevékenykedni vagy helytállni, úgyhogy ilyeneket fognak látni a kedves nézők. Többnyire lehet, hogy te is meg fogsz lepődni, vagy, vagy, vagy sokkot kapsz. Biztos vagyok benne. Igen, tehát hogy van. Utcán vagy, személy... nem. vagy, vagy nem. hogy mit tudom én, kollégák személyesen oda mennek hozzád, és ilyen poénkodnak Ugye a... maga módján, ugye maga módján, de az, az a közelében sincs például ezeknek a nagyon De ilyen ekte, durva. Tehát, hogy élőben, ilyen ekte arcodba mászós, dugnál a jellegű dolgok olyan... Istennek nem. Azt is valószínűleg jól tudnám kezelni, mert így az évek meg a rutina, ahogy mondtam az előbb, meg muszáj, tehát hogy máshogy nem lehet ezt bírni. Nyilván, hogyha ezek lennének többségben az ilyen jellegű ledegradáló, negatív, Bajusz Huszár által érkezett Kortás kommentek, ami, ami neki arra jó, hogy kiélje magát, mert mert rossz napja volt, vagy mit tudom én, akkor nem csinálnám. De hál' Istennek nem ezek vannak többségben. Van egy-két ilyen, szinte minden videó alatt ezekre is szoktam válaszolni, ha időm engedi, viszont ez is jó az algoritmusnak valamilyen szinten. Fontos szerinted egyáltalán a komment? Mert mint hogy Szerintem nagyon sok tartalomgyártó, ez nekem állandó veszőparipám elköveti azt a hibát, hogy mindenáron a kommentelők kedvére akar tenni. Hogy ezt most nem csinálom meg, mert mit szólnak a kommentelők, ezt most kihúzom a videóból, mert jaj a kommentelők, és hogy ez. Tehát, hogyha mindig meg akarsz felelni a kommentelőknek, az megöli a kreativitást. Én igyekszem a lehető legkevésbé foglalkozni vele de tudom, hogy nehéz, mert emberek vagyunk érzelmekkel, meg, meg gondolatokkal, és hogy nehéz ettől független. Szóval szerinted fontos megfelelni a kommentelők? Fontos benne egyáltalán nincs, foglalkozni benne a kommentekkel? Bennem olyan van, hogyha bemutatok egy autót, vagy, vagy, bármilyen terméket, hogy hogy azt megvennie az ember, vagy, vagy mi lesz arról a véleménye, vagy én megvásárolnám -e esetleg. Tehát, hogy én, én abszolút így a termékre fókuszálok, plusz Emellett, vagy ezen belül magamat adom teljes mértékben, tehát hogyha van benne egy geg, vagy elrontottam, azt így belőszeretettel hagyom benne a videókban. Persze fontos, hogy rossz információ, ne hangozzon el, főként, hogy nő vagyok, ezáltal itt megint ez egy ilyen, sokan mondják, hogy jaj, neked milyen könnyű dolgod van, mert te nő vagy, és akkor így az autóiparban ezáltal sokkal könnyebben tudsz érvényesülni. Nem. Egyáltalán nem igaz ez. Sokkal kritikusabbak velem szemben az emberek, hogy, hogyha valamit esetleg nem jól mondok el, vagy nem úgy van. Erre nagyon odafigyelek, nyilván. Az, hogy jönnek kommentek, az mindenféleképpen jó és pozitív, de nem, nem a kommentelők miatt csinálom a videókat, de az, hogyha valamit kivált az emberből, vagy esetleg elkezdenek a videó alatt beszélgetni az adott típusról, azt például nagyon kedvelem. Igen, amikor konstruktív. Amikor ilyen építő jellegű, igen. tehát ha építő jellegű komment is jön a videóm alá, azt általában mindig nagyon Mint megköszönöm. A, a klasszikus fórumos időszakban, amikor még nem minden hülyének volt internete, hogy ki tudott alakulni értelmes diskurzus, igen, ami tényleg előrébb mozdította a témát. Igen, és ugye ezt mindenképpen el akartam mondani, ha már itt vagyunk és itt ülünk, és pár ember azért remélem meg fogja nézni ezt a videót, hogy én, Á, egy olyan közösséget szeretnék formálni, ha már van pár követőm, is így alakult ez az egész, hogy mondhatom azt, hogy valamilyen szinten influencer vagy véleményvezér mm. vagyok, amilyen kifejezéseket egyébként nagyon nem kedvelek, de de szóval nevezzük nincs így. ezekkel baj. Egy olyan közösséget szeretnék formálni, ami kilöki az ilyen embereket. Tehát, hogy akinek nem tetszik, amit csinálok, az ne nézze, vagy, vagy ne írjon alá olyat, amilyen felolvashatatlan, meg minősíthetetlen valami. Nem törlök kommenteket ha egyébként. Ha volt egy barékbetütősztet, és kihányom is értelmesem lett volna. De, de hogy értelmes embereknek szeretnék, értelmes minőségi informatív tartalmat gyártani. Ennyi. Ez kicsit utopisztikusan hangzik, amúgy, de igen, a kommentörlés egy érdekes kérdés erről, hogy még beszélünk szerintem az adás során. Először e a kommentei következnek, aztán meg én is gyűjtöttem párat az utóbbi hónapokból, és pontos, fontos, hogy ugye nem olvastuk előtte. Nem olvastuk előtte Nem tudom, sét, hogy igen. mire számít csak anti esetében. Ezt mondjuk pont láttam, mert ez egy hajlásit volt. Te De így a, így a hangsúlyozás igen. is. Szép nagy élsz? pedig egyszer azt mondtad, nem vagy gazdag. Vannak ilyen tartalomgyártók, akik eléggé megvezetik a követőiket, még a végén bemeséled, hitelre vásárolsz be havonta, ne légy hantás, köszi előre is a válaszod. És válaszolsz rá, egy rendes tartalomgyártó vagy, de most azt, az, hogy gazdag, nem gazdag, ez szerintem erősen viszonyítás kérdése, tudnánk mutatni olyan magyar falut, ahol mi gazdagok vagyunk, és én azért azt gondolom, hogy, hogy képmutatás nélkül mondhatjuk, hogy jól élünk. Te is, én is, ahogy ismerem a körülményeidet, a látom, amit csinálsz, ahogy öltözködsz, a, amilyen, amilyen lehetőségét vannak az életben. Jól élünk, de az, hogy gazdagok vagyunk, úgy, ahogy a gazdagot mondjuk itt Budapesten elképzeljük, hát ez, az nonsens. Nem. Nem, 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 nem. A ruháim egyébként ilyen... Nem kell bizonygatni, figyelj! Én csak elmondom, ne, nem is akarok magyarázkodni. Tehát, de hogy ez az, nem az előtt... szól, de hogy az is, hogy ki sikeres, az relatív. Ki gazdag, az is relatív. Nyilván vannak, akik sajnos rosszabb körülmények közt élnek, mint mi, vannak, akik jobb körülmények közt. Igen. Mondhatnám azt is, hogy születhettünk volna a jobb helyre, meg születhettünk volna a rosszabb helyre is. Ö... Na mindegy. Szóval... Azt, tény, ha, most az, hogy ez tényleg egy viszonyítás kérdés. Jákob Zoli a két első fékbetét pár valószínűleg drágább, mint a Priusom. Na, tehát, hogy igen. igen. Ellenben... Ellenben van egy priuszom, ami meg mondjuk egy f tehát hogy aki kényszeretetlen egy f jár, mert arra van pénze, annak a Priusz meg egy olyan beláthatatlan távolság, egy 300 ezeres f képest, mint nekem, ajánlkozó, hogy Ferrari, tehát hogy nem értem, hogy egy ilyen komment hogy születik meg. De tudod, ez azért van, mert az emberek nagyon nehezen lépnek ki a saját valóságukból, a saját, a saját értelmezési tartományukból. És simán lehet, hogy ami látszik, az ő életszínvonalhoz képest, az tényleg a te gazdagságod. Hozzáteszem, valószínűleg tényleg az látszik, ha valaki megnézi az Instagramomat, hogy x ezer követő, uh, ilyen olyan kocsik, amolyan, hmm. nem tudom, verőlegek, stb. De a valóság az, az, az más. De nem ami... azt, nem azt mondom, hogy nem ez a valóság, mert az a valóság, hogy tényleg beülök abba az autóba, tényleg van lehetőségem Igen. kipróbálni azt az autót, de ez nem ezzel jár együtt, hogy hozzám vágnak x millió forintot, hogy tessék, te vezess már azt az autót. Tehát, hogy van ez ilyen nem... is, de az nem ez. Szóval amúgy ö, az az érdekesebben, emlékszem, hogy csináltam egy eresőt videót pár év, és nekem nem annyira tetszett akkor az eresőt a most már azóta átértékeltem, és rendesen kéne. De hogy ö, az eres négy leginkább a kombi. Szóval, hogy ö, hogy jött egy ilyen komment, minek vetted meg, ha nem tetszik. <laughs> és ugye elképzeltem azt, hogy minden egyes autó, amit kipróbálok, az az enyém. <laughs> és hogy megyek az? és egy ilyen 70 ezer négyzetméteres kertben így állnak az autók. <laughs> Jó lenne, amúgy. Nem, nem, fú, nekem már néha a két autónak is a, a logisztikája az vállalhatatlan. Haladjunk tovább! Fú. Mindig ez a hülye időse, sehol egy mesztelen imelda, amint autókat mutat be. Köszönöm hmm, szépen. surmóka. De ő legalább hű maradt a nevéhez, na. Pont amikor az imént azt mondtam, hogy szeretnék egy közösséget formálni, akkor például ilyenre gondoltam, hogy... Surmóka ne legyen benne. Sajnos vagy nem sajnos, de ez nem fog megtörténni, hogy imád a mesztelenül mutat be autókat. Vannak erre más platformok, felületek, ahol lehet ilyen szexi bikinis, csajos, autómosós képeket, videókat találni. Egyébként már az Instagramon is előszeretettel posztolnak ilyeneket, úgyhogy még nagyon keresgélni is kell, de az én csatornámon sajnos nem lesz látható ilyen. <laughs> El kell, hogy Nem tudom titeket. Igazából én, nekem sosem ment a kettő együtt. Tehát azokon a, <laughs> hogy mondjam, nyilván szeretem a. a... Nőket. Szeret? Hú, <laughs> ezt nagyon nehéz volt kimondani. Szeretem a szép nőket, azt is szeretem, hogy olyan tartanak ott hogy kevés ruha van rajtuk, mert most mit tagadjam, tehát tényleg képmutatás lenne, de hogy a kettő együtt, az nekem valahogy mindig taszító volt, tudod? amikor elmegyek egy autókiállításra, megnézni autókat, és akkor azt látom, hogy ott egy gép tetőn itt csúszkálnak bikinivel, az nekem így. Annak nem. azt gondolom, hogy valamilyen szinten ott a helye, hogy Vágjunk fel, csináljunk sót, mit tudom én. Vagy a egy olyan az fotózás, persze. ami egy ilyen naptárfotózás, ugye ez is oh. általában. Az más. Tehát A naptárfotózás, történni? az főleg ha igényesen csinálják, az egy művészet. Az ott akkor a, a művészi értékről szól. Teljesen oké. Okay. Az és az autóról az teljesen oké. Okay. Nekem a kettő együtt az valahogy ilyen kényszeredett. Tehát tudom, hogy az azért van ott, hogy a tekinteteket oda van. Tudod, vannak ezek, amikor Nesztelen a nő és ilyen testfestés. Aha. Akkor így ráfestenek mindent, azzal, hogy állsz. A 2000-es évek elején, az még nem Papti mesélte, volt egy olyan autó bemutató, valami amerikai márkat, valami Chevrolet, amikor megárultak itt ilyet, hogy Dodge, tehát Dodge volt, uh -huh. az újságíróknak kellett festeni a nőkre. Na. És uh, utána pontoszták a műveket. Az érdekes. De egyébként ezek szerintem kezdenek kikopni már, mint ezek a testfestett... Igen. Igen. Mondom. Rögyek, meg ez az időszak, így most például amt én nem, nem láttam Nem tudsz versenyezni volt, az Instagrammal. De... Igen, igen, igen. Meg igen, ezek a nők is, akik ilyenben szeretnének érvényesülni, mi a francnak mennének el egy ilyenre, ahol tapizzák őket, beszólogatnak nekik, mit tudom én, amikor az Instán, vagy egyéb felületeken megtehetik ezt úgy, hogy ott vannak képekkel, de nem kell kitenni magukat, és úrmókáknak. <laughs> Azt az úristenit! Ja, ez igen. Melyiket ez kell ilyen. nézni? Ezt a mosolyodat? Ezt a sok, sok. is ad, csak a helyesírás írás véget, hogy nagyon, nagyon köszi szépen ezt a Lexus terapjárót tesztje, nagyon köszi szépen, és a mótad találkozunk legközelebb egy másik videóban, másik autótesztnél. Sok-sok emoji. Szerintem most nincs vannak. probléma. Nem, nincs probléma, csak hogy vannak ilyenek is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ne. Nagyon megy újabban a szexiskedés. Imádom a segged, izgén simized a kormányt. Ki az a titokzatos kollég Draskovics? Kollég Csaja, féltékeny lenne? Koleague. Igen. Néha azt érzem, hogy ha megnyomjánk a Translate to English, akkor értelmesebb lenne. Fú, igen. Ö, Ez csak nem tudok mit mondani. Felfogható egyfajta bóknak. Tehát az imádom a seggem, az feltehetően annak szól, hogy tetszik neki, az emoji-kból is arra követke. az izgén a kormány, mert Ez a, a maga tenni. módján igen, egy bók valóban, viszont én szeretném azt elérni, hogy a tartalmat nézzék, meg azt, ami elhangzik. Tehát, hogy én nem is öltözködöm egyébként kirívóan, nem azért, mert... Tudod, hogy, hogy kéne, hogy fel kéne, kéne venned egy ilyen ballonkabátot, ami bokáig egy ilyen ilyen, vagy egy ilyen De hogy most is pulóverbe, farmer kabátban vagyok, ott is nyakamig takar engem a pulóver. Akartam mondani, hogy azért ez nem egy Victoria's Secret így, hanem Igen. egy bőpulcsi. Én ezekben érzem jól magam, én gimnáziumban is oversize cuccokba jártam, szeretek hát nyilván, hogyha van csin? egy esemény felvenni egy koktélruhát, meg mit tudom én, de hát most egy autót nem fogok így bemutatni, mert a, az oversize pulcsi divatnak köszönhetjük a szürke Eneos pulcsikat? Igen. Amiket amúgy megtaláltak a webshopban? <laughs> Igen. És imád a terveztek. És szeretik a, most beszéltem ugye Danival is az előbb, hogy szeretik a, az emberek és vásárolják, úgyhogy örülök, hogy... Képzeld el, én belefutottam abba a hibába, hogy hogy kettőt kaptam, egy feketét, meg egy szürkét, és úgy voltam vele, hogy a szürkét ezt odaajándékozom egy barátomnak, uh -huh. mert megtettem, és megtartom a feketét. Céges rendezvényekre, meg egyebekre, meg amikor majd olyan helyre megyek, akkor felveszem. Na, itt volt Szavéri Zoli, és neki meg Olivier oda a feketét. Úgy, most nincs pulcsi, nincs, nincs, Hon de, neked nincs? de majd veszek majd egyet, tehát. Na, szóval az izgény a kormány, föl, hogy hogy lehet ezek, ezek a, találgatások, meg tényleg, hogy egy emberből ezt váltja ki, azt, hogy én, én de hogy lehet egy kormányt izgalmas a Nem, ha már van, nem itt tartunk, van, de egy kormány. Pont az ilyenek miatt nem merem elmondani videókban azt, hogy a BMW-knek számomra, meg egyébként is milyen a kormánya. most Mint egy szafalád. Így van. Tehát, hogy vaskos kormány, és így a BMW-knél inkább ezt a részt így valahogy skippelem, hogy számomra a nőként túl vaskos, meg mit tudom én, mert hát aztán a akkor olyan kommentek a Jeremy akkor. Clarkson, amikor az E60 m öt tesztelt, ugye abba volt először én igazán puffi pufi kormány, és te mondta, hogy the steering wheel is something like from a Ron Jeremy era. Most ugye tudjuk, hogy ki az a Ron Jeremy, és hogy milyen elegánsan körbeírta, de nyilván nőként ilyet nem teszel. Van, akinek tetszik, meg abszolút élhetőnek tartja számomra a BMW kormány az, az uh, túl Olvasod, olvassam. A szóhasználat... Vagy... Olvasd, olvasd nyugodtan. A szóhasználat... Várj, ez ilyen snob lesz? Olvasd, olvasd. De snob lesz? Um, vagy, vagy inkább ilyen okoskodó? Nem, ez a... Hogy, hogy ő nem. Tehát ő, ő valószínűleg a, megnézi a videóimat. A szóhasználat és, nagyjából elárulja, hogy az mi van a videóban. Meg. Tartalomgyártás. Vagyis aki egy eszre számít, az inkább keressen meg profi autós csatornákat, mert itt valóban nem történik semmi, csupán csak tartalomgyártás. Kedvenc részem, amikor a napellenző rossz minősége szóba kerül, és hogy ilyet egy prémium autóban nem élik. Majd egy perccel később elkezdi dicsérni a felhasznált bőr minőségét és a varrás szépségét. Ha, 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 Akkor most már tudom, hogy miért kérdezted, hogy milyen lesz a hangsúly miatt. A dolgozom Egyébként a igen. igen. ezen gondolkodtam, hogy miben függ össze az, hogy van egy napellenző, amiben egy prémium autóban, ebben az autóban rezgett, és kifejezetten, kifejezetten kellemetlen hangja volt a, a tükörnek, ahogy így lenyitottad, felcsuktad, lenyitottad, felcsuktad, és ezt hangzik el a videóban, hogy hogy ezt nem feltétlen kéne, tehát hogy ezt javítsák ki, és utána meg rátérek az utastérben egy, egy, egy olyan ö, anyagra, meg termékre, ami az ülés, ami nem összehasonlítható ugye egy napellenzőnek az anyagával, vagy vagy bármi, az viszont tetszett az autóban. Tehát, hogy így, itt nem, mi az a az probléma? Szerintem egy komoly probléma az, hogy az emberek nem feltétlenül tudnak árnyalatokban gondolkodni. Most az, hogy tartalomgyártó, stb. az van, hogy régen ezt így újságírásnak hívták, de ugye az újságíró az, aki az újságot írja, tehát, hogy a digitális újságírók is, akik újságírók nyilván, de be kellett hozni egy új fogalmat, mert ma már annyiféle, tart, annyiféle digitális tartalom keretkezik, hogy valahogy ezt így le kellett választani és szerintem ezért a tartalomgyártás az nem egy, egy negatív felhangú kijelent, jelző, hogy valaki tartalomgyártó, mert tényleg készülnek videók, podcastek, rílek, TikTok sortok, egyebek. Tehát most már nem, nem tudod ezt egy szóval körülírni, hanem hogy a tartalomgyártó az, ami ezt lefedi. Tehát Én ez, ez szeretem ez ezt a kifejezést, tehát hogy számomra ez, ez egy kedves, Szó, az, hogy tartalomgyártó vagy tartalomgyártás, sokkal inkább mint influencer vagy véleményvezér, úgyhogy én ezt is szoktam mondani magamról, vagy magamra. A véleményvezért nagyon lelakta a megafon. Meglátom Bohár Danikát, hogy véleményvez is. És egyébként pont ezért szeretem jobban a videós tartalomgyártást bizonyos szempontból, mint, mint ha írok, mert sokkal jobban ki tudom magam fejezni. És ott látják az arcomon az arckifejezést, a gesztikulációt, ugye írásban ez nem jön át. Én pont fordít vagyok, én, én nagyon szeretek írni, és abban bízom, de szerintem nyilván a magam szintjén, de jobban írok, mint ahogy beszélek, mm -hmm. és hogy megbízom, hogy meg egyszer elérek arra a szintre, hogy tudok úgy. Beszélni. Én is szeretek írni, és hiányzik is, de, de jobban Mi? át lehet. Melyiket nézzük? Ez, ez a folytatása, tehát ez az előbb látott képnek a lebontod, a, a lenyitod a komment szekciót, a válaszokat, és akkor jön ez, hogy. Tudod, sajta útért lukat adni, tudni kell. És egy ilyen kacsintós fej? ott a pont. És akkor ő beszólt neki, vagyis nem szólt be, de beszólt neki, és saját tapasztalat, szóval aranyosak amúgy, mert csomószor így 68 jól. komment van Jó, hogy nem az egy darab komment alatt. <laughs> Igen. Vagy 69, teljesen mindegy, ami alatt így sokszor megvédenek, válaszolnak, reagálnak, mit tudom én is. Ez a sajtóút. Most nem. erre megint mit mondjak? Tehát, Igen, hogy és főleg, hogy az, bele, az emberek vagy nem, vagy, nem, nem, ezt el kell engedni a francba, de igazából az van, hogy ez a sajtóút, ezt nem tudom, hogy szoktál erről beszélni, de hogy annyi van, hogy az ember már visszautasítja. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy, hogy most így nehéz elmondani, tehát a sajtóúton való részvétellel igazából nyilván tartalmat keletkezik, de az, azért ez egy ilyen 50-50 játék, hogy az adott márkának relatíve kevés pénzére egy rohadt nagy megjelenés. Mert ugye tudjuk, hogy, hogy, hogy azzal, hogy elvisznek 5-6 embert egy sajtóútra, hogyha mindegyik videót csak 40-50 ezeren nézik meg, de annál többen nézik meg, akkor már eljutottak mondjuk 300 ezer emberhez. Így van. És hogyha ezt mondjuk billboardokkal kéne megcsinálni, vagy tévészpotokkal, az összehasonlíthatatlanul drágább, mint hogy a diszkontáron elviszik imádát vagy engem egy sajtóútra. Nem igaz. tudom, te hogy vagy ezzel mostanában, én egy kicsit örülök, hogy most kevesebb van. Hogy... Nekem most pont több, egyre több, és uh, amellett, hogy nagyon fárasztó, nyilván élvezem, hogy különféle helyekre eljuthatok, de én addig nem tudok nyugodtan élvezni egy sajtóutat, vagy vagy tényleg ott lenni testben, lélekben, amíg nincs letudva a, a munka része, Persze. ami a tartalomgyártás. És Ö... ugye ez megint más egy videós tartalomgyártónál, Igen meg más annál, aki... Ez, ez, ez egy érési folyamat, óna. nekem is évekig tartott, mire el tudtam kezdeni, jól érezni magam, és nem csak a munkán feszülni. Igen, én még ebben a fázisban vagyok, nem. hogy nagyon hálás vagyok, örülök, hogy meghívnak, és úgy gondolnak rám, de de legyen meg a munka, legyen minőségi munka, és az meg, hogy Ugy, ugyanakkor ennyi megy át, bizonyos embereknek ebből az... Ugyanakkor ez meg egy, azért egy korrupció is, tehát mondjuk ki. Tehát nem azon, hogy a zsebedbe csúsztatják a borítékot, de hogy te az új a CHR-t hol vezettük? Malagán. Az a helyzet, hogy nem, nem jut eszembe, Engem hogy sem. hol voltam már, mert itt... It Spanyol nyelvterület volt, az biztos, és egy sziget. Ö... Mindegy, de lehet, hogy Portugália volt. Nem, 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 az nem Portugál. Portugália. Meg van, nem volt? mondom, mindegy. Nem tudom, és most szóval, is voltam Malagában. Szóval, szóval... Hogy, hogy, egy ilyen helyen, a tökéletes úton, nagyon szép körülmények között egy nagyon jó hotelben, nagyon jó kajával, nagyon finom koktélokkal, nyilván nem vezetés előtt. Ibiza. Az tényleg, mert poénkodtunk is, hogy éjszaka, éjszaka nyomultunk a napszemüvegekbe. Igen igen, 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 igen meg ott a, ott a reptéren, reptéren, videóztam, hogy, hogy minden zárva van, és hogy nem ezt mondták nekem eddig Ibizáról, de hát nem volt szezon, úgyhogy... Na igen, de, 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 hogy, de hogy ez, ez egyfajta korrupció amúgy tényleg. Most és más? akkor így elmondhatjuk, hogy voltunk Ibizán, tök jó. Na de mit láttunk belőle? Semmi. Tök sokat. Lementem a partra, vettem a cipőmet és beálltam térdig a tengerbe. Tök jó. Egy ilyen nőnek én Floridába is fizetnék mindent. Köszi. Mi van Floridában, <laughs> basszus, mi maradtam le? De Nyilván, az az... de az sem szakmai út lenne. András, megvan. megvan. <gül> <gül> mi van Na, Floridában? szerintem Krokodilok? Floridában! Kroko ez lehet, hogy valami szleng, amit nem ismerek. Tudod, ilyen florida, a... florida és a felső. Kis... Mm. Régen mondtuk, hogy megyünk bicikli versenybe malájba. Azt tudod, mit jelent. <laughs> uh, uh, Vonattal, anyu szendvicssel, yeah. a biciklis uh, felszerelést használva a Párnának a, azért a vendégháznak a padlóján, az volt a Maláiba. Az mind... anyu szendvics milyen finom. Az anyu szendvics a legjobb. Is, Igen. Meg is ugyan tudod, amikor ez egy szalámi, van rajta kaliforniai paprika. Vagy amikor az osztálykiránduláson megvetted az ilyen ilyen ö, műanyag zacskó sajtkrémet, meg a felvágottat, és az üres kiflire tőled ezt ráraktad, és etted a beszél. Amikor kipattintottátok a vágdát, húsos szendvicset, és a vasúti vagonnak, négy percen belül volt ilyen izébből szaga, de ja, jó. Jó volt. De jó, azt mondja. Én beszarnák, ha autót kéne vezetnem, jó, hogy nem kötelező. Szerintem az nék, de ő tudja. <laughs> Na, ez csak így ezért, <laughs> hogy jó, rendben. Ja? Éppen a dolgomra igyekszem, azt jelenti, -magyarul, hogy hogy túró van készülőben. Mi a franc? <laughs> Úgy kezdtem ezt a videót, hogy ez most nem a rendes bemutató lesz, hogy sziasztok, imelda vagyok, ebben a videóban ezt is ezt mutatom, de tartsatok velem, hanem ilyen kis vlogolós jelleggel. A, a lakásnak, ahol akkor laktam a bejárati ajtójá, ajtajában vettem fel, és akkor ö, így, így az, az hangzott el a beköszönőben, hogy éppen igyekszem a dolgomra, de gyorsan közben akkor így bemutatom nektek ezt az autót, de hogy ebből Nem, tudom. miért, hogy Nem, jutunk tudom. el oda, hogy Igen, mindegy mi van de... készülőben, meg mi nincs. Ez... Égtem. Engedjük el, engedjük el. Azt mondja, még szerencs, hogy a 21. században élünk. Ja, jó, oké, okay, válaszol. Magyarul, Ó, magyarul. Jó, azt mondja. Rajtad is rövidek a túlnyúlások kivéve egy helyen. Szerintem itt tudod, mire gondolnak. Tippelnünk kéne az orrodra. Imádják az orromat, erre ki is szerettem volna térni. Sajnos most így hirtelen nem találtam olyan kommentet, de annyira jókat írtok az orromra, komolyan mondom, hogy mi, mielőtt nem kezdtem YouTube videókat készíteni, soha senki nem szólta meg így a való életben az orromat, vagy egy fényképről, hogy mekkora orrom van, és a Youtube világított rá, meg a, a nép arra, hogy egyébként tényleg nagy orrom van, és olyan jókat írnak, hogy imád a megy az orra után szokásos módon, meg fogadjunk, hogy le tudná tolni a zsíros kenyérről a hagymát, meg a, mit tudom én, a felvágottat, a kolbászt, és ezt esküszöm, hogy egyszer ki szeretném próbálni. Még nem jutottam el oda, de kipróbálom, és levideózom. Nagyon jó, imádom. Mm, hogy mondjam, tehát, hogy neked nagy az orrod, ő meg egy paraszt. Jó nagy paraszt vagy. De, tehát, hogy oké, okay, de hogy te nem tehetsz arról, hogy ilyen az orrod, ő viszont tehet arról, hogy ő egy paraszt. Te nagyon nagy erőbefektetéssel tudnál változtatni az orrodon, ő viszont simán holnap reggel fölkelne és nem, nem kéne többet parasztnak lennie. Tehát, hogy hogy mondjam, nehéz kérdés ez amúgy, Szerintem sem baj az orroddal. Mármint, hogy az a baj, hogy én így ismertelek meg, nem orr nélkül, És nagyon nehéz lenne téged elképzelni, és igazából egy kicsit zavarni, és hogyha bármilyen más. Ha megnézed, lenne. egyébként tényleg nagy. Volt, aki azt írta, hogy orrmútlan. 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 Ez nagyon beégett az agyamba. Nem tudok vele, tudnék vele mit csinálni, de nem nem akarok. Taci. Tényleg attól, hogyha mondjuk megműtetem, akkor elvész az arcomnak a karakterisztikája, ne tedd, ne tedd, meg tedd, egyébként is nem, 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 de nincs szükség. Tehát, teljesen jó így. Tehát, mondom, engem most már ilyen kicsit kellem, kényelmetlenül érezni magam, hanem. Nyilván vannak az ember arcának olyan szögei, ami, ami kevésbé előnyös, hogyha mondjuk telibe innen oldalról veszi, vagy, vagy van, akinek szemből nem, mert mondjuk orsövényferdülése van, ami mindenkinek van gyárilag, ugyanúgy, mint gerincferdülése is, tehát hogy így lépjünk túl rajta mindegy. De szerintem lépjetek túl azon, hogy nagy az orrom. Köszi. Meg szó köz, hajtanálak, imád a finoman egy új kocsit. Tudod mi a jó, hogy nem tudta, hogy, az, hogy mind vagy mindet akar írni, de... ezért belerakta a dét is és a tét is a biztonság kedvéért, um... hogy, hogy garantáltan, hogy garantáltan tud, hogy mire gondol. Javasolnék egy nyelvtan nyelvtanárt igazából. Hát, nem tudom, szerintem van ennek egy egyszerű módja is, férfiak szokták ezt magányukba egyedül, és akkor kevésbé fog majd ilyen kommenteket írni. Ah, Egészségedre. Csodálatos, csodálatos. Skip. Júj. Jaj, jaj, jaj. Azt mondja, hogy... Az egyenesben, egyenes egyenes jól megküldeni. Ez gondolom nem a három hengeres szól. Nem valószínű. Úgyhogy uh, itt továbbra is azt tudom tanácsolni, vagy javasolni, hogy az erre való platformokat lehet felkeresni, és akkor... Nekem erre van egy elméletem, hogy amikor valaki beír egy ilyen kommentet, akkor valószínűleg azt gondolja, hogy te ezt a kommentet így elolvasod, hmm. Emész a fürdőbe, zuhany, smink, minden, fölveszel egy koktélruhát, majd elmész Peter Kovács 592 házához, berugod az ajtót, és azt mondod neki, kerünk! És... Üld meg! És... Ö... Nem tudok másra gondolni. Szerintem nem. Szerintem pont, hogy az van, hogy azt, azt még nem tudtam megfejteni, hogy mi váltja ki ezt az indulatot, hogy akkor én most leülök, és ahogy itt ezt látjuk, tök hogy ide raktad, az egyenesben, jól megküldenem, és akkor így rányomja az emtert és ez így ott no, van, és neki. nem gondol bele abban, hogy ezt országvilág látja, hogy ezt én olvasom, szerintem itt, itt vége van ennek. Lehet. És akkor utána így eltolja a billentyűzetet, megisz a napi kötelező sörét. Sennyi. Nem, nem tudom. Cigi nem tudom. meg kell, nekem ez kell. De amúgy öm, öm, tehát beszélgettünk erről korábban, hogy ugye a fórumos időszakban ez abból a szempontból még jó volt, hogy valamilyen álnéven írtad be a világba a fasságaidat. Viszont manapság Facebookon, meg minden egyéb platformon, oké, itt most csak annyit látunk, hogy Péter Kovács, de hogy... Az bármely Kovács Péter lehet. bármely lehet. Kovács Péter lehet a 825 országban élő És Kovács Péter. És úgyhogy... Igen, de azt, azt, jól tudjuk, hogy 5. hóban született 92-ben nagy esélye. De hogy megtalálunk Péter, ne <gül> <gül> Szóval, hogy azt gondolom, hogy hogy euh, akkor ezt az emberek név és arc nélkül tették meg, ma viszont ilyen, sőt ennél sokkal durvább kommenteket tolnak be névvel, arccal, és úgy, hogyha belekattintasz a profiljukba, akkor látod, hogy ott játszanak a gyerekeikkel, unokáikkal, stb. És ez azért egy nagyon súlyos, ez nagyon-nagyon rossz irányba mutat. És most hát oké, okay, hogy te ezen tudsz egy jót nevetni. Mert hál' Istennek kontot... lepattan rólam, tehát nem lesz hogy... fog engem ledönteni a lábamról. Ha tippel nem kéne, azért egy 10%-ba szarul esik, és 90%-ba röhögsz rajta. Vannak olyan pillanataim, amikor nyilván nekem sincs mm. minden nap jó napom, és dur bele a közepébe is Teleg, mint hogyha í így, így pacsarnák a szívemet, és, és rosszul érint, de hál' Istennek utána összekaparom magam a padlóról, és megyek tovább, csinálom tovább. Tehát vannak ilyen pillanatok is... Ez Nem, ott nem, nem pont ez fog rosszul esni nyilván, de, de az esetek többségében így, így lepattan rólam. Nagyon jó. Azt mondja, nagyon formás, és azért a hátulja is jól pakolható. Ö, és és, már ott és az még egy Péter Kovács! Még egy Péter Kovács! Tényleg, milyen szemfüles vagy, igen. Nem értem, hogy a Péter Kovácsoknak nem nem jut nő, vagy... Vagy lehet, hogy az ő csak egy másik profilból? <laughs> ne, hallod, így rejtőzködik, hogy van 25 Péter igen. Kovács profilja. Igen, igen, igen. Egyetértek, jó, lesz, és a kipufogója is ízlétesen... Jaj, meg a kipufogója is ízlésesen van kivitelezve. Na jó, az a legfontosabb tényleg nagyon egyben van, idővel majd kiderül azért, hogy a szerviz mennyit kell hagyni, de a többi. Jó! A, én büszke szoktam lenni arra, hogy nem növök fel, de azért örülök arra, hogy én ebben van Nem csodám, hogy nem válaszoltál. Vagy válaszoltál? Nem, hát ezek ugye azért viszonylag Persze. frissek még, nyolc meg hét napja, de van más dolgom is, amire Hát időm fogok válaszolni, meg szoktam is, de ez most így kimaradt. Azt mondja, hogy ezt azért fotóztam ki, mert, mert vannak ilyen kritika. építő jellegű, kommentek, meg kritikák, amikor elmondja, hogy jó, elmondja, hogy ő mit hiányolt. Molvast felkérlek, belőle. hogy a podcast-hallgatók is, akik nem nézik, azok is képbe legyenek. És sajnos pont ő nem a saját nevével kommentelt. A hölgy értelmes és szép, a tartalom is jó. Kicsit lehetnél még bátrabban önmagad, és kevésbé prezentáció jellegű, de majd szépen kialakul ez is. Tökéletes. Nem. Nincs Nézd. hozzáfűzni valamit, köszönöm szépen, igen. figyelni fogok rá, amikor azt írják, hogy... Ez is egy érési folyamat igazából igen, 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 hogy, hogy... és ebből szeretnék többet, meg tényleg, ami építő jellegű, elmondja, hogy mi nem tetszik, mit, mit hogy szeretne, mit csinálhatnék jobban. Szerinte én ezeket mind figyelembe veszem, és ez olyan, mint amikor egy új autót gyártanak, és figyelembe veszik a vásárlói igényeket. És szerintem. ez egy úgynevezett kompliment szendvics. Igen. Nem tudom, ismered, ez egy ilyen klasszikus riporter technika, hogy a kritikát az két dicséret közé rakja be. És ezért ö, ö, ezt a Détót Azt nem hallottam. tudom, hogy ez, ez tudatos volt-e, de látszik, hogy tud helyesen írni, ö, ékezettel, korrekten, ott a pont a végén, ott a jelén. Én, én Nekem ezek fontosak, szóval Igen. én is férából jövök, és... Ha be akartok ezzet, vágódni Imádánál, írjatok helyesen. Egyébként most... <laughs> Lehet, hogy nevetni fogtok, de de nagyon nézem ezt, hogy. hogy ezt a padolóv, ezt én is láttam. Ez ki volt állítva az Espace bemutatón? Tehát a renault ez a szabványplatformja, amire most mindent építenek. Kéne már, mint az Imelda. Köszi, most <laughs> már tudjuk. Úgy Inkább a Inkább kocsi. A kocsi. <laughs> Jó. Jó. Oké, okay, rendben van. Ez azért volt, hogy egy egész picit imponál, egy minimálisat az a helyzet, tök jó, hogy ezt, ezt így mondod, meg, beszélünk erről, hogy én valahogy nem tudok építkezni a, 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 kommentekből. Én, én csak úgy csinálom, amit csinálok, nyilván figyelembe veszem az imént beszélt építő jellegű kritikákat, meg kommenteket, de valahogy az, hogy nem tudom, hogy ez kitől meg annyira virtuális ez az egész, így nem tud ettől hízni a májam. Lehet, hogy ez baj, lehet, hogy ez nem baj, de az például sokkal többet jelent, hogyha négy szem közt vagy személyesen valaki elmondja, hogy, és látom, ahogy mondja. Ezzel óvatosan, mert ott fognak állni az ajtón. Megbeszéltük, hogy nem mondjuk el, hogy hol neki kiment, és van az a pénz, hogy nem mondjuk el, hol aki kiment. Köszönöm szépen, úgyhogy tényleg válaszolok rá nagyon szívesen, meg az idő de de nem, nem tudok ebből egyszerűen úgy építkezni. De jól esik persze nyilván, hogy, hogy több pozitív jellegű komment van, mint negatív. Azt mondja, hogy... Valamit nem értek, amit már a speedzó részben is megfigyeltem. Ki a tökön választja ki ezeket az ótor helyeket egy autó bemutatására? Tök jó, hogy felhozta, mert ez néha tényleg írdatlan szopás. Nyolc. Like. Kezdet vagy kezdjem az erre eredeti válaszolást szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert van, amikor egy hétvégére kapunk meg egy tesztautót, van, amikor egy hétre. És hogy ér igen, az operatőr. Ott volt mellette a főállás, igen, hogy ér az operatőr. F. Ez például ezt a videót, és ezt nem szoktam elmondani, de a kicsit behind the scenes, ezt úgy vettem fel, hogy az operatőröm kölcsönadta az állványát, fogtam, letettem, elindítottam a telefont, megnéztem, hogy a DJI veszi a hangot. Egyébként tízből ötször nem vette fel, úgyhogy újra kellett vegyem és kellett visszavinnem már a kocsit is, úgyhogy ez ez nagyjából reggel 6 óra környékén készült ott a Egy picit látszik ki is rajta kialvatlanság amúgy. Igen, ez így van, a vasúti összekötő hídnál a, a, videó, ahol ugye nagyon-nagyon szép a háttér. Klasszikus ott a fotóhelyszín. Igen, 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 és ez pont egy kicsit sarasabb időben készült, de ott fel mögöttem a nap, úgyhogy gyönyörű volt az egész, de hogy tényleg ezt kell megfogni, vagy megragadni, ah. a videóban, hogy hol készült. Az én bajom, hogyha tapicskálok a sárban. Nézd, előbb mondtad, hogy szereted az igényességet, például a helyesírásban, mert neked az fontos. Most lehet, hogy neki Oké, okay, viszont Fert nem egy alpint vittem be a sárba, én ezt úgy gondolom, hanem egy olyan autót, ez egy amit valami mondjuk... valami SUV, nem? Egy Nissan, azt Ez a Qashqai, igen. Qashqai. Bocsánat, X-Trail, X-Trail, X-Trail. Ja, a keskeny jobb. Ö, úgyhogy nem mész egy x trail -el sárba egyébként? Tehát, hogy hát én mondjuk azt nyilván figyeltem arra, igyekeztem, hogy meg tisztán hozom el az autót, tisztán viszem vissza, de... Ne, ne ez ne ezt! Mi Ja, már mert közben lapoztál? Lapoztam, hogy a te meg Meghisztál Imelda. De én azt hittem, hogy téged inkább a... És ez egy kicsit olyan, mint az orrat, hogy nekem aztán tényleg sem be, De azt hittem, hogy téged mindig inkább azzal szoktak, hogy vékony vagy, nem? Az korábban, ritelni. korábban valóban ez volt, mert mondjuk ilyen egészségtelenül mm. vékonynak tűnhettem, de vannak nekem is egészségügyi problémáim, például tejérzékeny vagyok, ami nem a laktózérzékenységet jelenti, hanem a kazeint, amire nincs tabletta, hogy beveszed azt a enzimet, ami hiányzik a testedből, és akkor lebontja a gyomrod, bla, 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 bla. diétázni kell. Nyilván a rendszertelen életem miatt ezt nem mindig tudom betartani. Tehát van, hogy egy mirelit pizzát tudok megenni vacsorára, akkor ezt akár pozitívnak is felfoghatjuk. Abszolút, meg tök hogy ezt így észreveszik. Csak ez Aj, a, ez a ez ahogy furt, hogy furcsa, Én nem de veszem észre, nekem is volt egy vakbélműtétem, amikor 77-8 kilóról lementem 65 kilóra, és akkor az emberek írták, hogy Hanti, ugye nem vagy beteg, és mondom, mi, mi, most gyógyultam meg, sos nem éreztem magam ilyen jól, hogy végre nem lihegek, amikor föltekerek a hegyek. Meg te sportolsz folyamatosan, én is ah. igyekszem minél többet mozogni, hogy. Hány évet szinkronúztál? Tizet. Ez nekem múltkor derült ki, ez annyira szép az a sport. Igen, igen. Megkérdezhetem, olyan. hogyha egy szinkronuszó megpullod, a többinek is meg <laughs> <laughs> Bocsánat, ez nagyon szar. Ez biztos nem hallottad még az utóbbi Ez fűz... egyébként tényleg nem. Nem? Ö, nem, 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 nem. Ez, ez jó nagyon. Ö, ilyen szabály nincs, úgyhogy nem kell. Ó, ezek már az enyémek. Örülök, hogy Ennyi jel. volt, ó, pedig á, még annyi, annyi jó, jó, lett volna, de Milyen majd csinálunk, egy, ki? Mert majd csinálunk egy következő epizódot, és úgyis jönnek új videók, új kommentek, úgyhogy majd átbeszéljük. Gergő Fodor 8275, vettem egy kerékpárt, és ennek a üzembeállításáról csináltunk egy videót Tárnoki Petivel. Ez szerintem egy kellemes, kicsit kitekintő műszaki természetű videó volt, mert én fontosnak gondolom azt, hogy ne szoruljunk bele az autózásba, hanem, hanem beszéljünk más dolgokról is. Igen, örülök, hogy ilyen jól megy a csatornának. Sokkal inkább értékeltem volna, ha valami elérhető kategóriás bicót építesz, mint hogy ilyen snop csinálsz. Itt az első mondatnál ez egy töképítő jellegű, no? mert pozitív kommentnek tűnik, és akkor jön egy ilyen. Ez hogy... nem kompliment szendvics, ez egy kompliment hányás. <laughs> Igen, oda befögte. Igen, hát most nem, most három nem, lájk, és akkor az a kedvencem, amikor jön 30 lájk ez olá, hogy jó, megmondta, igaza van, igaza van. tehát, hogy 2 millió forintért biciklit vásárolni, mennyire vásároltam, de hogyha valaki megkeres ezt a biciklit, akkor az ennyibe kerül. Ez bizonyos optikája szerint, ez tényleg egy Viszont én, ahogy biciklizem, amilyen a felhasználásom, ahhoz sajnos egy ilyen bicikli kell, volt ennél olcsóbb biciklim, azt két havonta le kellett rakni a szervizbe, és ott hagyni 30-40-50 ezer forintot, hogy működjön. Ezt De megvettem, megvettem már... több pénzért, ezt nem kell ott a szervizben, évente mondjuk csak egyszer, és csak így működik. Tehát évi 3-4 ezer kilométer tekerek kemény terepen, nem magyarázkodom, mert nincs miért magyarázkodnom, ez a szenvedélyem, közlekedési eszközöm, tehát nyáron nem ülök kvázi autóval, mindenhova ezzel megyek. Pedig milyen szép lett az mx Hú, baszki. <laughs> Igen. Imáda kipolírozta az mx Felpolírozta? Kipolírozta? Fel. Mi? Hát Imáda fel. felpolírozta az mx és ez egy 20 éves 300 ezeret futott autó. Öh. Ennek az összes nyomával a tehát szerintem ez egy autópályás kocsi lehetett, mert kevesebb a géptetőn a festék, mint amennyi van. Nem tudom, hogy mi teljesen így az előélete, de, de voltak rajta igen kavics felverődések, ugye alacsony autó, nagy géptetővel viszonylag, szóval... Örülök, hogy behoztad a drága biciklim elő a sportautómat, most már aztán nem mosom le magam a burzsáziát. <laughs> gazdag vagy! <laughs> Tudsz, az... hogy gazdag vagy! Sikeres, gazdag, mi bajod van akkor? az. az... Egyébként... Ez csak annyit fűznék hozzá, hogy mindenkinek van egy jó, jó esetben egy, egy szenvedélye, egy hobbija, én imádom a kávét, imádom a zenét, meg szeretnék tanulni, dobolni. Ezt az idei évre tűztem ki. Annyira összesűrűsödött a, a program, hogy skippelem, tehát valószínűleg jövőre, vagy jövőre sem mindegy. A lényeg, hogy időt szeretnék rá keríteni. Nyilván az is pénzbe fog kerülni, hogy egy ilyen tanfolyamra jelentkezzek, vagy kurzusra, de igen. És Csinált, amit, amit jónak szeretnél, vagy, vagy amit jónak látsz. É, vagy, ennek amit... majd egyszer szeretnék egy külön szerni, van ez ugye ez a GESS nevű amerik angol műszó, ez a Gear Acquisition Syndrome, uh -huh. tehát hogy megveszed a motyókat azért, mert attól vársz rövid távú kielégülés, dopamin forrást, vagy azt gondolod, hogy attól jobb lesz, ez ugye dobszerkóra is, meg is igaz. Én ezt mindig igyekeztem kerülni az életemben, mert azt hiszem végigjártam a szamár Hát az első biciklimet 14 évesen építettem 70 ezer forintból. Ja. Azt nem gondoltam volna, hogy annyi pénzt el lehet költeni biciklire. Hol vagyunk ahhoz képest az én, a... én, is tanultam egy, vagy én tanultam nem régiben egy új kifejezést, ez az impostor szindróma. Ismered? Várj, amikor nem hiszed el, hogy képes vagy arra, amit csinálsz? A VR Pisti szokott ezen... Amikor nem hiszed el, hogy te elérted azt a sikert, és hogy és hogy egyszerűen nem... Hogy jogos vagy fel, Igen, hogy te azt megérdemled, hogy hogy az tényleg a te sikered. Igen. És ez egy ilyen lelki... Van egy úgynevezett ilyen belső kritikus, akinek, neke, akinek neked meg kell felelned. Mm. Szóval ez egy ilyen... Uh, szíves, Ami egészséges, egészséges mértékben dolog. még segíti az előrelépést. Igen, viszont átbillenhet egy olyan uh, a irányba, hogy, hogy ezzel foglalkozni kell, és... Uh, így van, a mentális egészséggel foglalkozni. Nem szégyen. Engem Szerintem. érdekelnek ezek a dolgok, úgyhogy igyekszem könyvet is olvasni ilyen tekintetben, ahogy idő engedi. na. Uh, bocs, ez egy építő jellegű dolog. Csináltam egy videót arról, hogy mennyibe kerültek az autók a 90-es években, és hogyha inflációhoz igazítjuk az árukat, akkor mennyibe kerülnének uh -huh. ma? Ez... Att is 54. Ja. Nyilván sokunknak, így nekem is van egy brutális nosztalgiánk a 90-es évekbe. 13-21 éves korom esett abba az évtizedbe, a legszebb évek, de ha kicsit szívünkre tesszük a kezünket, brutál kemény évtized volt az Magyarországon, nagyon sokaknak piszok, csórok voltunk, immár nem csak akkor háttéptünk Nike az Zorba, hanem itthon is. Hm. Nagyon reális, amit ír. Én nem 13-21 voltam, én, a 90-es évek végére lettem 10 éves, de, de a, már úgy ébredeztem, Hánaporsz és hogy születem. úgy... Akkor születtem. Igen? Imád a fiatal. Irigyeljétek. Imád a fiatal, de nem érzi magát fiatalnak. A lelke üreg. Szóval, hogy, Teljesen reális, amit felvet, hogy a, 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 ez a megélés a dolgoknak, az irracionális megélés a dolgoknak, hogy tudja megszépíteni, megváltoztatni a dolgokat. Tényleg Igen. Egy brutális gazdasági válság volt a 90-es évek elején, és amint nyakunkba esett a fenne a nagy kapitalizmus, és olyan rétegek tanulták meg azt, hogy mi az a munkanélküliség, ami előtte ismeretlen volt. És nagyon örülök annak, hogy van olyan kommentelő, aki ezt reálisan látja, hogy visszanézve. Igen. Egy... És nem süket fülekre talál a videó, meg nem, nem tovább pörgeti, hanem tényleg megnézi, a reagál, saját belőle valamit, azt, ami, amivel ő teljes mértékben azonosulni tud, leírja, tök jó. Igen. Még több ilyet. István Siva 4760. Sziasztok, lenne három megjegyzésem. Dani, 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 az RC dulákat elnézted egy számla, egy lemaradt a végéről. Anti, a Zsili egy rohadt veszélyes környék, és nincsen hatonos tábla, tehát ha hatvannal mész ott, akkor 20%-kal átlépted a megengedett legnagyobb sebességet, ami nagyon durva gyorshajtás, hajtás, ha rohadt veszélyes és rossz példás mutatsz a követőknek. Engem jobb követő állapolgárként ez mélységesen felháborít, Anti még egy dolog. Magyarországon az autópályán az üres m 6 is 130 a maximális sebesség, 140-et ebben az országban közúton sehol nem lehet nyomni. Léci be, a szabályokat, ölellek. <laughs> Megismerted most Sivát, Igen, igen, igen. Ugye a podcast felvétel előtt itt volt nálunk, akkor így kontextusba tudod helyezni ezt így a kommentet. Van, van, amúgy nem érteném, meg nem tudnám, igen. hogy mi van mögötte, de igen. Igen, síva ma reggel egy olyan pólóban érkezett, amire az volt írva, hogy a szabályok azért Én vannak, hát, hogy megszegd őket. Hát, ettől olyan. függetlenül tényleg nem szép dolog hatvannal menni a utcába, mert kiszakad az autót kerek. Igen, és... egyébként most néztem is, hogy be van jelölve. Jelölgettával, igen, két... Így jöttem a, a opel Szalom aztán, szalomoztam. Na hát Olyan erre futom, van az mi az autó? van a hogy megyes, így megy és így, Amúgy jó volt vezetni. Nagyon. Illetve kell bele az 18 meg a sperr, mert uh, ugye nekem egy 1.6-os nyitott diff is mx volt, itt közben összevízezem az asztalt. Majd kiszemlezzük, igen. <gül> <gül> De hogy nagyon, nagyon jó volt, meg egyben van. azt hiszem, mondtad is, hogy előtte pont valamit mókoltál a futóművén. négy új gátlót, amik gyári MX-öt gátlók, minimálisan átszelep. Ja. Tényleg gyári. MX5 gátlók átszelepelve azért, hogy ne, tehát hogy amikor beleállok a fékbe, akkor ne csak így pattogjak tovább, hanem hogy így megálljon az autó többek közt. De jó volt vezetni, nem? Jó volt, jó volt. Meg úgy egyben van, nem ázik be. Ez egy 300 ezeret futott autó, basszus. Tényleg? 300 ezer van benne, és 20 éves. Éri a pénzt. Polírozásnál viszont figyelni kell, hogy már így a lak. Nem nagyon van rajta igen. Ariel tőli. Bakos 7766, amerikai az összeszerülés, Mexikóban a Bronco sportot gyertek, az meg más kávéhez. Tök jogos, ekkora matrica volt a szélvédőn, hogy uh, autó? Ford Bronco, hogy built in Dearborn with pride, tehát hogy Amerikában építették az autót, én ezt uh, sajnos figyelmen kívül hagytam, a tények nem mindig zavarják meg az értékítéletemet, de uh, igaza van a kommentelőnek, hogy igen, a Bronco sport, ami egy tök más autó, az készül Mexikóban. Ez így teljesen Korrekt, leírta, hm. elmondod, igen, Én emberek vagyunk, hibázunk, de amikor úgy böfögnek, vagy hájnak oda egy ilyen kommentet, hogy még kicsit jobban is utána nézhette volna, az már úgy, az már úgy annyira nem... Heal 9210, 18.00, a csávó a háttérben meg ott brunzol. Csináltunk egy videót arról, hogy készülünk az AMTS-re, és Dani bátyja beúrat segíteni, Benji, és ugye kértünk egy lakóbuszt, hogy tudjunk dolgozni csöndben, meg mm -hmm. piheni, meg ilyenek, meg tudjuk hova tenni a felszerelés, stb. És a a lakóbusznak ugye fel kell tölteni a víztartályát, hogy tudják kezet mosni, uh mm -hmm, t vécét lehúzni, mm -hmm. stb. Hát nyilván tudod. És e, tényleg, ahogy Dani meg Roland beszélt a kamerában, a háttérben csak azt látta, hogy egy ember így vizelőpózban áll egy ajtó mögött. De. És és tényleg úgy nézett ki, mintha éppen így, hát laza 10 percen keresztül fel, ja, az, Amúgy ahhoz. Ezeket imádom, amikor megkeresi, megállítja a 14.02-nél, vagy mit tudom én, mm. és akkor én is rákeresek, hogy tényleg ott mi történt. Ez, Igen, ez annyira ez, jó ezt. Hogy, hogy ennyire figyelnek az emberek, Igen. és én vágtam a videót, tehát hogy egy 5-6 alkalommal végignéztem azt az egy konkrét szegmest, és nekem nem tűnt föl. Ez is egyébként erre is ki szerettem volna térni, hogy sokszor velem legalábbis előfordult már, hogy hogy kiraktam egy videót, és akkor biztos voltam benne, hogy ami 6 perc kettőnél történik, azt valahogy így kommentelni fogják, vagy mit tudom én, hogy, hogy nem fog tetszeni, vagy tetszeni hmm. fog. És azon tovább siklottak, az, az úgy rendben volt, átment rajtuk, és cserébe, észreveszik azt, ami a második más, másodpercében történik a videónak, amire meg én nem gondoltam, hogy ki fogják szúrni. Szóval ilyen. Tényleg nehéz úgy tartalmat gyártani, hogy, hogy majd nekik megfeleljen, meg szerintem nem is úgy kell, hanem magunkat kell adni amorra 71. Miért ugrál a videó? Folyamatosan kibillenti az ember. Tök jó dolgokat kezd el mondani Viktor, de vagy a vágás billenti ki, vagy akasztja meg mindig Viktort. Pedig jó a téma. Vagy antiakasztja meg mindig. Igen. Ö, teljesen jogos a felvetés. Én szeretek kísérletezni, szeretek próbálkozni, és csináltam egy olyan videót, amit nagyon-nagyon pörgősre vágtam. Tehát a kötőszavakat kivágtam, az őzéseket uh -huh. kivágtam, a lélegzetvételeket kivágtam, meg minden. Ja, mert... hogy ezt akkor nem stabilizált ügyileg. Nem, nem, á, ez egy stúdiós videó volt. Mert nekem jó, oké. Okay. Az ugrott be, hogy remeg a kép. és Nézd, rá, szeretem a fókuszsoportot, szeretem a jól van ez így én nagyon szeretem ezeket a repülővágásokat, gondoltam, kipróbálom. A ez nézőink egy nem szeretik. Meg egy meg egy Igen. műfaj szerintem, hogy, Igen. hogy ki hogy vágja a videót. Aha. A nézőink nem szeretik, de hát most ez van, majd legközelebb nem csinálok ilyet, ez amúgy egy olyan kritika, amire érdemes hallgatni, mert ez egy külön tudomány, hogy így vagy meg egy videót, ezek szerint nekem még nem megy. De... Tök, tök jó, Nem, ö, és nem vágtam Viktor szavába, a vágás miatt tűnik úgy, mintha Viktor szavába vágtam volna, ha megnéznétek a kb. két órás nyerset, azon nincs. Egy Meg gondolj bele, hogyha úgy kísérleteznétek, vagy kísérleteznénk, hogy nem rakjuk ki ezeket a ha. videókat, hanem csak úgy poénból felvesszük, az nem, megint mennyi terik reális, el? De igen, egyébként persze. mondjuk itt nem tudom, hogy elhangzott de mondhattad volna a videóban, hogy ez a videó most így van megvágva, vagy így lesz utolsó. Nem szeretek magyarázkodni, az, az az gáz. Szerintem, hogy nem, 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 nem is magyarázkodás, tehát, amikor csak hogy nektek ez úgy hogy kezdesz, hogy videót, a hogy bosrát szokol, lemerült a kamera, fáradt voltam, tehát az nem a néző dolga, az a te nyomorod, uh -huh. neki ez nincs köze, tehát hogy én nem, nem szeretem az ilyet. Antis, Antti. oké, szóval. Dick Cage 1. Antis segíts, régóta érdekel, hogy ér valamit az olyan kerékpáros sisak, mint amit a videóban viselsz. Estél már ilyen Nekem még nem volt szerencsém hozzá, de ránézésre nem sokat véd. A koponyát azt igen, de arca is van az embernek. Úgy néz ki az ilyen típusú sisak, mindig csak arra van, hogy a jogszabálynak megfeleljen, azt jól van. Nyilván a semminél több, de több, mint a semmi. PS, grat az 50 ezerhez, az ugye az 50 ezer feliratkozó. Szerencsére ma holnap a 60 ezerhez fognak gratulálni. Szóval, hogy... Igen, ez a, ezek a fajta, ezek az úgynevezett endúrós isakok érnek, főleg azért, mert ugye az igazán fontos része a fejnek, itt az agyalap, meg a koponya csúcs, meg ilyenek, azok egy nagyon mélyre lehúzódik, és az ott véd. Tény és való, hogy az arcot viszont kevésbé, de az meg egész egyszerűen nem életszerű, hogy elmész egy 30-40-50 km-es tereptúrára, egy full face bukóban, és belerohadsz tehát az, az, nem játszik. Nyilván, amikor downhilezés van, meg bringaparkozás parkozás van, meg ilyenek, akkor rajtam is egy full facebook van, és védte már meg az arckoponyámat, tehát nekem volt olyan full Facebook-om, aminek konkrétan leszakadt az elvédő része, annyira fejeltem bele egy kanyarba, de, de azt mondom, tehát az meg nem lehet, hogy elmész tekerni így élvezeti jelleggel, és nem veretni, mész meg ugratni, akkor meg nem veszel fel egy ilyen sisakot, mert megőrülsz, hogy ott a fejem másfél kiló, és nem szellőzik, és... Uh -huh. Szép gyűjtemény, de semmi más nem kell, csak pénz. Ez ugye, nem tudom, vukmanatila autóit ismered -e? Igen, igen, és voltam tavaly is a kiállításon. És ami idén az első Volt, és a barátaim is drift taxisztattak, ami nagyon izgi volt, és idén nem tudom, hogy szeretnék menni, de nem tudom, hogy itt van. Júni 1-2. Uh, Pécs Expo Center. Hát, a legszebb a játék. Egyébként tényleg? Nem találkozunk a boldog születésnapot. Köszönöm szépen, most az árkádban is kiállította az autóit. Úristen, hát igen mint a Kánaán. De vezetem. jó. Nem. Szuper. Az NSX-et hoznám haza. Szóval azt állítjuk 17, na, 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 hogy... Na, 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 na azon összevesznénk. Mert? Hát mert a kedvencem az NSX. -t. Nekem is. Vezettél már? Nem. Én igen, többet is. De, de majd... Én úgy vagyok ezzel, hogy egyébként tudtam volna, tehát lett volna rá lehetőségem, de még, még, nem érzem azt magamban, hogy, hogy, hogy eljött az idő. Ez, az ez, ez, ez hasonló nem, lehet, mint amikor muszlánik. így valakinek megvan a pénze ez, ez egy nem kérdés, autóra, és így... Ez nem kérdés, azt muszáj. Mi készülök rá? Szétgyűjtemény, de ez semmi más, nem kell csak pénz. Ez ugye, amikor körbejártuk a gyűjteményét, ö, lementünk hozzá megint forgatni, és majd hamarosan kezdenek csepegni ebből az anyagok, szóval, hogy ö, nem, ehhez sokkal több kell, mint pénz. Például már csak az, hogy amikor tartasz így 20-30 autót, és Attilánál azért jó része ennek forgalomba van, ennek például mm. már csak az adminisztrációját fejben tartani, ezeknek a mozgatását, szervizelését megszervezni. Mert igen, van egy kollégája, aki neki ebben segít de a szereti ezeket az autókat, és ezt azért nagyrészt maga intézni. Tehát igen, ez nyilvánvaló, hogy kell hozzá a pénz. De arról nem beszélve az elképesztő adminisztráció mellett, hogy ezeknek az autóknak a felhajtását, felkutatását, az alkatrészek bogarászását az interneten, ezeket szintén mind a csinálják. csinálja. Igen, és tehát... ugye ennek van is nyoma, tehát hogy mindig, amikor van egy újabb kedvenc, hmm. vagy egy újabb gyerekkori szerelem, ami bekerül a gyűjteményébe, akkor ki is ír egy szép kis posztot hozzá, hogy ezt igen. itt is itt találta, és így, Sziasztok. így. R32 Skyline GTR-hez keresek gyári lökhárítót, van valakinek? <laughs> És azt is ő szokta a saját nevében kiírni, úgyhogy sok energiát, Eszhetlen időt sok meló. tesz Tehát Szerintem az a gyűjtemény már simán egy 8 órás munkát, annak a úgymond kurálása, Minimum. hogyha Minimum. Ha kurátorként teszed. Szenvedély is kell mellé, alázat... Öm. És neki ez megvan, igen. És a legjobb, hogy nem fél nem mutatni. Igen, igen. Szerepel is a videókban szeretettel, úgyhogy... Tüskevári. Értem én, hogy klikvadászat meg de ha autós tartalomba politikai felhangokat keversz, akkor igazi sunyik is görény vagy, mindenhonnan ömlik a polfos. Én itt most hátra én nem politizálok, én nem igen. tudom, hogy ez milyen videó Szoktunk alájött. olyan dolgok, tehát figyelj, az államaparátus néha hoz törvényeket és rendelkezéseket, amik az autósoknak jók, vagy rosszak. Ezt Most így. például megint lebegtetik a benzinás stopot, amit én hülyeségnek tartok, de majd csinálunk róla a videót. Szóval hogy én azt gondolom, hogy ez része az életünknek, alakítja az életünket, alakítja az autóhasználati szokásainkat, és minden egyébet, ezért foglalkozni kell vele. Hát én is sokkal szívesebben ülök egy faszas sportautóban, és üvegelem a szerpentineken, meg a versenypályán, de az, valljuk meg, nem sok befolyással van az életünkre. Ellenben, hogyha a politikában történik valami, ami érinti az autósokat, az meg igen... Nekem is nyilván megvan minden ilyen törvényhozásról, vagy arról a véleményem, és annak az előnyét látom például ebben az esetben, hogyha sok követője van valakinek, és erről készít tartalmat, akkor az ugyanúgy sok, azt a tartalmat sok ember megnézi, és talán kialakul valamilyen a fejében ezzel kapcsolatban. Persze. És én nem tagadom el, hogy, hogy érződik az, hogy mivel értek egyet és mivel nem, de ez engem nem zavart, tehát hogy csináltam videót a Mészáros Lőrinc jaktjáról, mert egy tök jó poénnak tartottam, és bele lehetett rakni egy csomó-csomó vicces utalást. De, de a, mit tudom én, amikor a benzinárak adótartalmát fejtegetjük, meg hogy hogyan kezeli a jövedéki adó kérdését a kormány, úgy elkerülhetetlenül benne van mm. a politika, de szerintem erre szükség van. Nálad lesz politikai tartalom? Nem. Biztosan? <laughs> Biztos, igen. De egyébként ott, a, ha visszalépsz egy kicsit, a, a megszólítás az megint egy kicsit ilyen... Melyik, hogy a igazi is hunyi vagy? Igen, tehát hogy Á. ez a... ott van is egy valószínűleg ez a vezetékneve neve, vagy, vagy valami becenév lehet, Ugyan ott franc. egy kép, és akkor így... A vr szokták Tüvárinak hívni, de ez Tüskevári, úgyhogy... De szóval... Aki a taikányát kint parkoltatja az utcán, annak teljesen mindegy, zsebből kifizeti. Ez sem igaz... Az volt a videó, hogy lopják a Porsche Taycan fényszórókat, és hogy ennek milyen okai lehetnek, például a Ez és volt hogy az, felnyitották amikor ilyen igen, szerencsétlen. És én ezzel nem értek egyet. De... Nekem például nem lenne pénzem pótolni az mx hogy hogyha szétkúrnák az utcán, de ettől függetlenül sajnos előfordul, hogy az utcán kell parkolnom, mert egy autó és megyek vele helyekre. Meg ez megint az az előítéletesség, az az általánosítás, hogy valakinek porsche van, az már biztos gazdag, az már biztos mit tudom én. Jó, hát a szokták venni a tájkanokat. Én azt értem, nagyon sokan ugye leasingre vesznek ilyen nagy értékű autókat. Hát de... meg szereti, mert egy szép és jó tárgy, és felcsesz. De hogy Bán, egyébként mi van, hogyha, hogyha, megdolgozott értek ő keményen, és, és, végre megengedheti Állítólag azt magának, hogy esetleg, van. nem ide. hogy esetleg tényleg leasingre már neki ez egy nagy lépés, hogy, hogy lehessen egy olyan. Hírgalmatlanul lementek a tájkanárak, tehát ilyen 60-70 százalékot estek az újjárukhoz képest. Mennyek föl. is veszek egyet. Na, de úgy annyira kívánom. <laughs> uh, Sráj, de ez egy jól megmarketingelt ipari hulladék, ez egy BYD teszt. Havas, 80, egy 81 kommentje. Uh, Na, ez meg egy olyan kérdés, hogy erre térünk vissza öt év múlva, mert az autó most jó. Neked mi a véleményed a BYD-król? Árban, használhatóságban szerintem nagyon jók. Én ö, mindig azt mondom el az elektromos autókról, hogy én nem tudnám még beilleszteni a napi életvitelembe, a, a rendszertelen jövésmenésembe, de de tény, hogy én ö, mint a nagy térhódítást tudnak magukénak, és nem véletlenül. Hmm. Úgy, hogy, ö, én a videóban is azt mondtam el, hogy biztató és jó a csomag árértékaránya, meg minden egyéb, de nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy, ez, majd hova vezet, azért mondom, nézzük meg 5 év múlva, hogy milyen állapotban Igen, van illetve egy... ez, hogy, hogy, elmondasz róla olyan infokat, ami, amit nyilván köteles vagy elmondani, mert ilyen a hossza, a szélessége, milyen aksi van benne, stb., meg azt, hogy hozzáteszed ezt a személyes, mondani? személyes véleményedet. E, ettől kerek a videó szerintem. Tehát Persze. nálam is írják többen is, hogy, hogy elmondtam a kötelezőt, de ezt el kell mondani. Bucz -buc, 472, nem tudom, hogy melyik videóhoz jött, mert annyira nem passzol semmihez. Mi történt a világban? A liberalizmus a csúcsra jár, a vók a fontos, nem a tudás. Nem tudtam ezzel mit kezdeni. Látom, nem is válaszoltál, vagy Nem szoktam, rá. Hiz, is ilyen És éteidem. nem tudod, hogy melyik videó alá jött? Nem. De tök mindegy, hogy ez hova jött volna, mert semmihez nem passzol. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt igazából bárhova Lehet, bárhova hogy nem is a mi videónk alá akarta bárhova. kommentelni, hanem mit tudom én, egy partizán videó alá, vagy nem tudom, de hogy Okay. Nem, nem, nem a tudása fontos, jó. Tesszai. De vadnai, Zsózét megnéztem volna itt, ez viszont nagyjából mindegyik Gonosz Swift videó alá megérkezett, hogy Zsózé atyát szeretnék látni. Akkor, hogyha lesz még folytatása? Akkor tettem, tettem, tettem lépéseket az ügy érdekében is, mint tudjuk a Gonosz Swiftnek lesz folytatása. Neked milyen élmény volt a Gonosz Swift? Nem mindennapi. <laughs> Figyelj, még a csukló törésem előtt volt szerencsém vezetni, meg kipróbálni, nagyon izgalmas volt, de borzasztóan elfáradtam. Tehát azt szerintem lehet is látni, meg érzekelni a videón, hogy lihegek a mondatok elmondása közben. Pedig sportolói múltad van. És kapkodom a, a levegőt a fülemen, de de nagy, nagyon nagyon tetszett, és nem mondtátok el, hogy milyen trükkje, és én nagyon élveztem, de baromira fárasztó volt így nőként, úgy, hogy tényleg sportolok. nő egy dolgot hozzá akartam tenni itt a te kommentjeidhez, hogy nyilván én sem vagyok szent, meg mi sem vagyunk szentek, egymás között mi is megszoktuk magunknak ilyen borzasztóan szexista poénokat engedni a srácokkal. A szóval srácok. Igen, tehát ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy ne, ne, legyen képmutatás a videóban, de hogy, de hogy tehát ezt így kihajni az internetbe a világ elé, azért az, na. No. Mit? Ezeket a ja a hogy, poénokat. ja, hogy visszatérve az enyémre. Igen, hát, igen, 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 igen. ezt beszéltük is ugye az elején, hogy, hogy nem valószínű, hogy belegondolnak, hogy, hogy tényleg mi ezt vagy esetleg jön rá tőlünk a Négy föl között hülyének lenni az más, mint nagy nyilvánosság. Ö, nekem sokszor van olyan, vagyis viszonylag is sűrűn, hogy válaszolok, akár egy építő jellegű, kommentre, akár egy ilyen ledegradálóra, és akkor így én ezt úgy hívom, hogy átforgatom ezt az egészet, hogy jön olyan válasz, hogy én nem is gondoltam volna, hogy válaszolsz. Úristen, de hát basszus, ugyanolyan ember vagyok. Én. A számot. Én, ugyanolyan ember vagyok, mint ő, annyi különbséggel, hogy amit csinálok, azt arról készítek egy videót, feltöltöm a Youtube-ra, kész. De hogy ezt bárki megtehetné, én azt gondolom, úgyhogy miért ne válaszolnék, vagy miért lenne teljesen ez olyan oké, nagy néz, szó. Ez Teljesen oké, és nem tudom, te a négy fal között szoktál szexista poénokat nyomni? Magamnak? Nem, valaki <laughs> Nem, nem. nem hát, már. hogy én kapok, nyilván viccelődünk a barátokkal, de én inkább nem én mondom, hanem kapok ilyeneket, mm. úgyhogy de nyilván normális keretek között, meg ilyenek jól elnevetgélünk rajta, de ezért van tényleg egy-két olyan durva a Youtube-ban, amit így visszaszámolok, mielőtt válaszolok rá, vagy mielőtt elkezdem megemészteni. Nézd, csak a gombot, és csak nyomva gombot. Elfogytunk. Elfogytunk. De kár, fel. csináljunk majd még csináljunk part, két, part, kettő, part, három. szórakoztató. Igen, Köszönöm, meg hogy jöttél, amúgy. Köszönöm. Bízom hogy egy is. kicsit könnyebb a lelket, hogy kibeszéltük ezt. Doktor Fiú. <laughs> Figyelj, ahogy elmondtam, nem lett. Tehát, hogy ettől nem hízik a májam, ami pozitív jellegű, ami negatív jellegű, abból előfordul, hogy egy olyan rosszabb pillanatomban, ö, igen, megérint, rosszul érint, de. De amúgy én élveztem, meg meg jó volt így ezeket kibeszélni, és tényleg azt, azt lássák az emberek, hogy amúgy itt például az én oldalamat tekintve, nőként így, még ilyeneknek is. Nem is azt, hogy meg kell felel, felelnem, hanem hogy. Kint van az arcom a Youtube-on, és akkor, hogy ez így kiből mit vált ki, van akiből azt, hogy nagy az orrom, van akiből azt, hogy lehetne jobb a képminőség, és drukkol ahhoz, hogy elérjem azt a szintet, hogy egy jobb minőségű kamerát meg tudjak venni, vagy engedni magamnak. Van akiből azt, hogy gazdag vagyok, tehát hogy így nagyon szerte ágazó ez a dolog, és nagyon sokfajta emberhez jutnak el a tartalmaink, az biztos. Viszont ami részemről így egy ilyen, lezárása lenne az egésznek, az az, amit az elején is elmondtam, hogy szeretnék egy olyan közösséget formálni, illetve igyekszem, ahol nincsenek jelen, vagy csak nagyon-nagyon kevés számban ezek a imelda mutasson be majd mesztelenül autót, mert ilyen nem lesz. Úgyhogy Magam sem sajnálom. tudom a szebb végszót kitalálni ehhez. Talán csak azt, hogy ne foglalkozzatok a kommentekkel, hanem olyan tartalmat gyártsatok és fogyasztatok, ami nektek tetszik, nem a kommentelőknek. Iratkozzatok fel imeldára, Nyomjatok csengőt, lájkot, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy elindult a Patreon csatornánk, úgyhogy ha tetszik, amit csinálunk, akkor menjetek fel oda is, és nagy nektek tetsző összeggel támogassátok a munkánkat. Aztán hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Ugyan már!